TV-d egy csak eredeti mai sláger megy, hát eléggé, mit is mondjak, picit megszigorodott az időjárás ugye az elmúlt napokban, kaptunk esőt, meg egy kis lehűlést, meg minden más egyebet, ilyenkor kell nagyon vigyázni, ilyenkor nagyon könnyen meg tud fázni az ember, érdemes rétegesen öltözködni, és hát ugye már az éjszakák sem olyan füllettek, mint nyáron, úgyhogy óvatosan a nyitott ablakkal, de a szakemberek egyébként azt mondják, hogy jön még azért kutyára dér, tehát lesz még meglepetés, hát nézzük, hogy pontosan hogy is néz ki ez. Szombaton tovább csökken a felhőzet az ország nagy részén, már több órás napsütésre számíthatunk. A Tiszántúlon lehet erősebb gomoly felhőképződés, itt még egy-egy zápor előfordul, hát hol máshol, mindig ezt hozzáteszem. A szél délire fordul és megélénkül, amellyel több fokkal melegebb levegő éri a hazánk térségét, ez jó hír, a csúcsfőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Vasárnap már ragyogóan napos időre van kilátás, csak fátyol felhők szűrhetik a kellemes szeptemberi napsütést, eső nem várható. Erős, a nyugati tájakon néhol viharos lesz a déli szél, amellyel fokozódik a meleg levegő beáramlása. Délután már nyárias, meleg, olyan 25 fok környéki hőmérséklet várható. Jövő héten, a hét elején, hétfőn pedig hát változóan szeles idő valószínű, a déli szél főleg a Kisalföldön fokozódik viharossá, de máshol is erős lesz a légmozgás. A délutáni óráktól nyugat felől elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar, és olyan 27 fok körül alakul a maximum, ez pedig akárhogy is nézzük, elég kellemes, úgyhogy jön még vénasszonyok nyara, ne tessék aggódni. Folytatjuk zenékkel, aztán jövök vissza, ha nem csal az emlékezetem, akkor kalendáriumozni fogunk, és valóban így is van ez.